Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény. A Millás reggeli főtámogatója a PC Arena Kft. Újítson felújítottra. PC Arena. Felújított prémium számítógépek. Ez továbbra is a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzin. A stúdióban Ács Gábor. És Kántor Endre. És 0630 20 10 909, ez a mi SMS és WhatsApp számunk. Ide lehet nekünk üzenetet írni és kérdezni a műsorral kapcsolatban, vagy hozzászólni. Természetesen várjuk a közlekedési információkat. Még tudunk segíteni azoknak, akik közlekednek mind közösségileg, mind autóval az utakon. Most azonban itt van velünk a vonalban dr. Feledi Botond, külpolitikai szakértő. Szervusz, jó reggelt kívánunk! Sziasztok, jó reggelt kívánok! Akit most teljesen véletlenül egymás után tárcsáztunk, ugye tegnap is beszéltünk akkor adóvilág rovatunkban, viszont én egy jó beszélgetésben voltam veled, amikor te megemlítetted, hogy történt itt egy olyan dolog augusztusban, ami mellett gyakorlatilag elment a magyar sajtó jószerivel, pedig megérdemelne egy pár mondatot Carla Del Ponte. Miért érdekes a történet, és mi az, ami miatt azt gondolod, hogy nem nagyon foglalkoztak vele? Carla Del Ponte az a svájci ügyésznő, aki nemzetközi karriert csinált a büntető bíróságokon, a ruandai bíróságon, a jugoszláviai bűnöket feldolgozó ENSZ nemzetközi bíróságon, illetve később, és ugye ez az a tisztsége, amiről augusztusban lemondott, az ENSZ felállított egy vizsgálóbizottságot a szíriai háborús bűnökkel kapcsolatban. Egy háromtagú vizsgálóbizottságot, és augusztus elején ennek a tagságáról mondott le, és nem azért, mert bármi történt volna, vagy keveselte volna a pénzt, hanem azért, mert egyszerűen úgy érezte, hogy soha nem lesz eredménye a munkájának, mivel az ENSZ biztonsági tanácsának kellett volna, hogy az összegyűjtött iratok alapján azt mondja, hogy esetleg tovább mehet ez az eljárás, és valóban jogi útra terelhető a kérdés. Uh-huh. Ez Szíria kapcsán nyilván soha nem lesz aktuális, amíg Oroszország a biztonsági tanácsban mindig megvédi Assadot, a szír állam vezetőjét, és ez olyan mértékben kiakasztotta ide sokadik év végére kell az elpontét, hogy azt mondta, hogy ez nyugdíjas éveiről van már szó, tehát gyakorlatilag ezt elvállalta pro bono, hogy inkább akkor ezt hagyjuk. Valahol ez a Nemzetközi Büntetőbíróság, a Nemzetközi Igazságszolgáltatás, a háborús bűnösöknek az utolérése azért mindig egy vastag illúzió. Tehát az, hogy nincs ugye emögött nemzetközi szervezet, ami azt csinálhatná, hogy függetlenül a tagjai akaratától hajtana végre dolgokat. Tehát alig-alig van olyan kapacitása, olyan gyakorlatilag nincsen, hogy mondjuk egy katonátulnak ugyan egy államfőhöz és bekísérje Hágába. Tehát ezek a kikényszerítő struktúrák hiányoznak mögüle, és hát látjuk is, hogy nem is minden ország a tagja, sőt Afrikában elkezdtek kilépni államok a Nemzetközi Büntetőbíróságot rögzítő római statútumból. Tehát itt egy elég nagy, hát nem azt mondom, hogy visszalépés, de látványos megrekedés zajlik jelenleg, ahol hát azért látjuk, hogy rohingyástunk mindenestől itt bőven lehet aggódni, amiatt, hogy még az a szimbolikus része is ennek az igazságszolgáltatásnak vajon hova jut. És a legfrissebb dolog az, hogy Észak-Koreát szankcionálta az ENSZ. Igen, de Észak-Korea kivétel. Tehát ugye ez egy állam, amire államok haragusnak, és egy atomtöltetről van szó, amitől szeretnek a nemzetállamok is félni. Tehát az ott ilyen szempontból a legegyszerűbb eset. Tehát politikailag bonyolult, de legalább eljárásjogilag az egy egyszerű történet, mert egy állammal szemben lehet szankciókat hozni. De ez már rögtön bonyolultá válik, ha Szíriáról van szó. Mert ugyan tudjuk, hogy ki az államfő és mit csinál, de azt is tudjuk, és ezért is rákoppintott a Carla Del Ponte a körmére. Mert ő már a legelején, 2012-13-ban mondta, hogy nem csak a kormányerők használnak vegyi fegyvereket, hanem az ellenzékiek is. És ez ugye az amerikai támogatás időpontja volt már, amikor néhány akkor még demokratikusnak tűnő ellenzéki erőt is támogattak, miközben hát ők is bevetettek fegyvereket. És akkor most kit szankcionálunk? Eleve mit lehet mondani egy polgárháborúban, ahol nincs másik fél? Szóval ezek mind nehezítik
ezt a nemzetközi igazságszolgáltatást, és Európában volt a Nürnbergi per 46-ban, ami után azt gondoltuk, hittük, hogy esetleg ez tényleg működni fog, hogyha valaki elkövet valamit, akkor hiába a saját országa joga nem teszi büntethetővé, a nemzetközi erők és a nemzetközi jog örvén ezt majd ki fogják tudni kényszeríteni, és meg fogják tudni büntetni. De javíts ki, hogyha tévedek, de én úgy emlékszem, hogy a Carla Del Ponte ugye az ENSZ, vagy a Hágai Nemzeti Törvényszék főügyészeként komoly munkát hajtott végre akkor, amikor a délszláv háborús bűnösöket büntették meg lényegében. Így van, ugye igazából ugye ez két külön törvényszék volt, a Jugoszlávia ügyekkel foglalkozó ENSZ törvényszék és a Ruanda ügyekkel foglalkozó ENSZ törvényszék. Uh-huh. Mind a kettő a maga módján egyébként tényleg sikeresnek számít, és elődje a Nemzetközi Büntetőbíróságnak, ami egy alig 20 éves történet. Tehát ez a két törvényszék tényleg végigvitt pereket, a ruandai működését azt most 2015-ben be is fejezték. Tehát a közel 100 eljárást lefolytattak, rengeteg ítéletet hoztak, kevesen haltak meg közben, de hát 100 emberről beszélünk. Miközben ugye tudjuk, hogy több százezren, hanem 1 millióan meghaltak, tehát nyilván nem minden elkövetőt állítottak ide, hanem a legfelsőbb vezetést lehetett elcitálni, és ez ebben relatív sikeres volt. Hogy mit gondolunk jelenleg a ruandai vezetőről, Kagaméről és az ő nyugati politikai kapcsolatairól, ez egy külön műsor. De a lényeg az, hogy ez tényleg sikeres volt. Jugoszláviánál azért az egy kérdés, hogy még ha el is vittek embereket Hágába, hogy bíróság elé állítsák őket, vajon a helyi országokban a megbánást segítette, a megbékélés segítette? És erre azért nehéz igent mondani. Tehát amikor Zágrában is ünnepelnek időnként háborús bűnösöket, és ugyanúgy Belgrádban is ünnepelnek háborús bűnösöket. Közvéleménykutatások szerint a szerbek egy nem kis része egyébként Srebrenica megtörténtét is megkérdőjelezi. Akkor maga az a funkció, hogy szimbolikusan végigvigyünk egy ilyen büntetőpert, hogy nyilvánosságra hozzuk a bűncselekményeket, és ezáltal egy nemzet átessen a hát mondjuk megtisztuláson, ez most itt annyira nem működött. Akkor azt gondolod, hogy a lemondása, Carla Del Ponte lemondása az egy jele annak, hogy omlik össze ez a rendszer, ami eddig legalább látszólag működött, és nem sok szépet és jót tartogat a jövő számunkra ezen a téren? Hát ugye eddig nem olyan helyszíneken volt, tehát Ruanda és ez a jugoszláv történet, valahol ugye a nagyhatalmak ezt engedték, hogy végigmenjen. És Szíriában látjuk, hogy hát nem csak az igazságszolgáltatási rész, hanem sem egy másik részben nincs előrelépés. Tehát amikor a nagyhatalmak nem akarják, akkor nincs semmilyen per. Hát most a tibeti szerzetesek ellen indított kínai mindenféle gyújtogatástól kivégzésen át kolostor égetésig bárki valaha felemlegette, hogy legyen nemzetközi büntetőbírósági ügy. Nyilván az időbeli hatája nem is terjed ki rá, de hogy látjuk azt, hogy ahol a nagyhatalmak érintettek, ott soha nem lesz ilyen történet, mert egyszerűen nem is érdekük. Ugye Amerika sem ratifikálta egyébként ezt a szerződést, Kína, India ugyanúgy nem. Tehát miközben van több mint 100 ország, akik bőven benne vannak, azért a nagyhatalmak igazából kihúzták a fejüket ebből a történetből. Akik meg vagy elkövetnek, legalább potenciálisan segíthetnének abban, hogy másoknál megakadályozzák ezeket a történeteket. Geopolitika felszeletelődésével így már a szomszédban sem annyira rendőrködnek mindig ezek az országok úgy, hogy bevonjanak többeket is. És azt hagyjál, hogy megakadályoznak ilyesmit, tehát valami azzal, hogy különböző feleket támogatnak, például Szíriában ők is aktívan hozzájárulnak ahhoz, vagy ezt túlzás kijelenteni, hozzájárulnak ahhoz, hogy ez a polgárháborús helyzet, az elhúzódó válság, ez fennmaradjon? Abszolút nem túlzás, így van, ahogy mondott. Tehát amíg itt fegyvereladásokkal, pénzzel, titkosszolgálati eszközökkel, minden egyébben oldalt választ egy katonai szövetség, és azt támogatja, addig nyilván ennek lesznek következményei. És ugye ezzel az a probléma, hogy azért szárazföldön a szíriai részen nagyon kevés ember kontrollálja azt, akit egyébként finanszíroz. Magyarul nincsenek amerikai katonák a lázadók mellett, vagy a demokratikus erők mellett, akit éppen választottak, hogy megnézzék, hogy mit csinálnak a támogatásokkal. És ugye hát láttuk, hát ez már több éve ment, hogy a különböző fegyver juttatásokat egyébként pénzét tették, és olyan azzal, amit csináltak. Tehát, hogy egészen elképesztő dolgok történnek. Nyilván ez a hidegháborúban sem volt mindig másképp, de azért Szíria az most egy tényleg egy világító volt.
De hát milyen már nál is, hát egy béke, Nobel békedíjas ember van a kormányban. És mégis százezreket gyilkolnak, aknásítanak hatászakat, hogy ne tudjanak emberek elmenekülni. Tehát ez ugye most megállítani már sokkal nehezebb, mint hogy meg lehetett volna előzni, hogyha léteznek a jó diplomáciai kapcsolatok, és lehet értelmesen nyomást gyakorolni ezekre a kormányokra. Tehát amikor már megvan a krízis, onnantól százszor nehezebb a megoldás, mert hogy előtte nyomasztani őket, és akár pozitív ösztönzőkkel próbálkozni. Ugye ezt látjuk Észak-Koreánál, ugyanúgy nem működött. Tehát hiába mindenféle élelmiszerolaj egyéb programok, végeredményben csak tovább vitték az atomprogramjukat, de hát ettől még azért más országoknál ez lehet, hogy működik, akik nem ennyire érzik magukat veszélyben és az egész rezsimüket. Hát botond, ez nagyon érdekes volt, de borzasztó. Tudjuk, hogy a világ így működik, de még talán így... Így belegondolni, hogy ahol a demokráciát meg a békét papolják, ők is mondjuk aktívan hozzájárulnak több százer ember halálához, azért az elég sokkoló ezzel szembesülni, nem minden nap gondolunk mi se erre, de azért kell időnként. Jó, hogy így elmondtad. Van. Hát sajnálom, de tényleg megért ennyit kell a pont elmondásom, mert azért mondott le, hogy legalább egyszer beszéljünk kell a történetről. Aha. És okay. Az egyik interjújában tényleg el is mondta, hogy egyébként Szíriában sokkal rosszabb dolgok történnek, mint amit ő Rwandában vagy Jugoszláviában látott. Azért amikor ezt ő mondja, akkor az emberbe tényleg egy picit úgy libabőrös lesz. Hát köszönjük szépen. Valami vitán témában folytassátok. Hát megpróbáljuk. Magunkat, megpróbáljuk, de fontos volt. Okay. Köszönjük szépen, jó munkát neked. Köszönöm, szervusztok. Dr. Feldi Botonddal, külpolitikai szakértőnkkel beszéltünk, sokat tud hozzáadni a műsorhoz, amikor felhívja a figyelmet arra, hogy lángokban áll a világ.